Régen láttunk, mi történt? Hogy kerültél vissza a kispadra először is, mert a nézők nagyon nem tudnak róla semmit. Egy szükszavű közleményt olvashattak. Hát annyi történt, hogy az első hazai mérkőzés után a csapat előző edzője közölte a csapattal, hogy hogy nem szeretné tovább folytatni. Ezután a Fülöp Imre közvetlenül meccs után megkeresett engem, hogy elvállalnám a felnőtt csapatot. És te igent mondtál. Az első válaszom az volt, hogy semmiképpen felejts el. Ez volt az első válaszom. Ugye az elmúlt időszakban, illetve a nyári időszakban történtek után úgy gondoltam, hogy ez nem egy jókor és jó embernek feltett kérdés volt. Tehát nem sok szólt amellett, hogy elvállaljam ezt az egészet, megmondom őszintén. Főleg nem ebbe az időpontba, tehát ez már nem azt mondom az utolsó utáni, hanem az utáni időpont volt, tehát még az sem lehetett, hogy egy közös felkészülés megcsináljunk, vagy egy pár edzőmérkőzést lejátszunk, vagy bármi, hanem hogy csöppenjek bele, igazából nem is, tehát nincsen se, tehát semmilyen olyan indok, amire elvállaltam itt, most azt mondom, hogy egy ilyen, tehát egy elfogadható érvet tudnék mondani, egyet tudok mondani, hogy a játékosok kértek meg, hogy vállaljam el, a játékosok túlnyomó része, inkább így mondom. Igazából emiatt a kötődés miatt döntöttem így, semmi más oka nincsen. Ebből ez azt jelenti igazából, hogy egy... Tehát nem egy olyan dolgot vettem a nyakamba, ami azt mondom, hogy egy hálás feladat, mert ez biztos, hogy nem. Ugye hát hogy a mai mérkőzésen látszott is, hogy milyen hibákat, meg milyen... Nem azt mondom, hogy az elmúlt időszak következménye, mert nem, de ugye erre volt hasonló példa az elmúlt időszakban, hogy a végjátékokban hibát hibára halmozott a csapat, tehát ugye jó pár csapat ellen ugye partiban voltak az első fél évben is, illetve még azt mondom, hogy a Füred ellen is, de ugye a végjátékok soha nem sikerültek. De most a hasonlóra láthattunk majdnem példát egyébként, tehát ugye sikerült elrontani, de el lehet. Ugye volt 5 gólos előnyünk, majdnem leadtuk azt is, ugye 5 perc alatt, nagyjából 5-6 perc alatt. De úgy, hogy olyan marhaságokat idézőjelbe követnek el a játékosok, hogy azt nem is értem. Tehát, hogy nem tudom, hogy hol rögződött be, vagy hol se. Ember hátrányba beállott tömjük labdával, megcsináljuk a keresztmozgásokat, visszahúzzuk középre, szintén, ahol a legtöbb védő van, ahelyett, hogy széthúznánk a mezőnyt és abból játszanánk. Nem értem, hogy ez honnan jött a játékosoknak. Ezt nagyon sürgősen le kell szokni, mert ez a végjátékokban nagyon kiütközik, ugye most is lehetett látni, tehát ahelyett, hogy mondjuk végigtámadtuk volna azt a 13 másodpercet, most is megadtuk a lehetőséget az ellenfélnek azzal egy gyenge lövéssel, hogy esetleg kiegyenlítsenek, akkor inkább jobb lett volna, hogyha kilopja a szögletzászlózó labdát, és akkor lepereg az óra, mire visszahozza a kapus, és ennyi van. Ehelyett megadtuk a lehetőséget még egy kapura lövésre, tehát azt mondom, a hülyeséget megint elkövettük, mert nagyon bosszantó, megmondom őszintén, tehát hogy azért egy NB1-B-be játszó játékosoknak, nem most a nem végjátékra gondolok, ennyi rutintalanságot elkövetni. Hát van baj, tehát van baj bőven. Pont ezt akartam mondani, de a mai mérkőzésről még nem akartam szót ejteni, de ezt beszélgettük veled valamelyik mérkőzés után, ahol ilyenem bukott el a nyerés, hogy nem dobták ki a nézők közé a labdát, és gyakorlatilag 2 perc alatt, nem is tudom, 3 vagy 4 gólt sikerült beszereznék. Nem tudom, emlékszel erre a mérkőzésre? Gyakorlatilag ugyanez játszódott le majdnem, amikor az utolsó 15 másodperc, hogy mennyi volt hátra, és rádobtuk a labdát, ahelyett, hogy kivágtuk volna a nézők közé. Így van, hát ugye azért nehéz, ugye, mert most itt a bemelegítése is már megint voltak problémák, ugye játékvezetők 55-kor belefújtak a sípbe, hogy kezdjük el a mérkőzést, elmaradt a posztról lövés, elmaradt az indulás ugye a bemelegítésnél, de nem volt olyan a bemelegítésnek az egész, amilyen szerettünk volna, amilyen kellett volna, hogy legyen. Úgyhogy ez az álmos kezdés rá is nyomta a bélyegét, meg hát én visszanéztem a tavalyi meccsüket, ugye a tavalyi csurgó meccset, ez ugyanilyen katasztrofális színvonalú mérkőzés volt én szerintem. Tehát összesen lehet hasonlítani mondjuk a múlt heti Tatán vívott mérkőzésünkkel, ahol azt mondom, egy jó izgalmas küzdelmet láthatunk, és volt színvonal, tehát volt a csapatoknak taktikája, azt próbálták megvalósítani, abból egy jó döntetlen eredmény kijött. Hát itt igazából tényleg azt lehet mondani, hogy a mai mérkőzésünk, az se iram nem volt. Annyit lehetett látni, hogy a csurgó valamennyit készült belőlünk, mert az elején, amit próbáltunk játszani, arra fellépkedtek. Ugye mi próbáltunk változtatni belőle, de nem léptünk igazából tovább ezekből a játékokból. Egy olyan gólt lőttünk, ami a
Csurgónak a reakciójára mi is reagáltunk, és abból végigvittük, és beállóból lőttünk egy zicser gólt. Az az egy játékunk volt az egész mérkőzésen, ami a Csurgónak a védekezésére egy megoldás volt. Meg azt mondom, hogy még a Cejtel Valentin az első fél időben ugye jól játszott, jól kezdett, mert ugye kintről is lőtt gólt, jól vitte a kereszteket, tehát jól tett magához, oda tette a magáét a mérkőzéshez. Nem azt mondom, hogy ezzel most bárkivel probléma van, most ez jött ki sajnos, tehát úgymond egy tabella alsó régiójában játszó csapat ellen játszottunk mi is gyengén, és tudtuk hozni, hát most ennyi a pozitívum benne, remélem, hogy jövő héten a múlt heti formánkat fogjuk elővenni, mert az sokkal kifizetődőbb. Most megint az történt, hogy hazai pályán nem tudjuk azt hozni, amit idegenben, ami hagyomány volt nálunk, tehát idegenben mindig jobban küzdöttünk az előző, tehát a tavalyi időszakban is, tehát a tavalyi bajnokságban, amikor még én voltam a csapatnak az edzője, ennek a miként én nem nagyon értem, bár azt is gondolom, hogy a hazai pálya annak ellenére, hogy a Rudi bácsit próbált szurkolni, az utóbbi fél évben a hazai pálya eléggé elvesztette a hangulatát. Tehát igazából nehéz úgy játszani hazai pályán, a játékosoknak meg is jegyezték többször, ugye többen itt a kispadon. Persze ahhoz úgy kellett volna játszani ebbe a fél évben, vagy legalábbis pontokat kellett volna szerezni, hogy legyen a hazai pályán egy támogatás, egy közönség, ugye ezt most érzik a játékosok is, hogy nagyon hiányzik. Tehát kijönnek az emberek, megnézik a mérkőzést, hogy na, már megint mi lesz. Hát most ezzel nem építettük a hátteret magyarul ezzel a mai hazai mérkőzéssel, mert mondhatjuk, hogy idegenben milyen jót játszottunk, nem látta. Nem azt mondom, hogy kutya sem, mert jó pár ajka jót volt, de ugye ez hazai pályán, ez kevés lesz. De úgy látszik azért az elég, hogy itt vagy a csapatnak és bíznak benned, hiszen az első mérkőzéseteken már pontot hoztatok, és ma is megvan a pont. Hát igazából ugye amikor belecsöppentem, akkor a Neka ellen volt egy rossz első fél időnk, ugye ott nem találtam el a kezdőcsapatot, ugye a második fél időt tudtuk nyerni, de az kevés volt, tehát ott ugye Balatonvogláron kikaptunk az akadémiától. Ugye utána most elvileg a Tatártól itthon kikaptunk ugye 4-gyel azt hiszem, vagy 5-tel ősszel, ugye ott most sikerült x-elni, az pozitívum, de most azt mondom, hogy idegenbe ezt a Csurgót idegenbe is legyőzt a csapat, tehát most nagyon sokat nem tettünk hozzá, tehát nem verdeshetjük meg saját vállunkat, hogy jaj, de ügyesek voltunk, hanem azt mondom, hogy hoztuk a kötelezőt, de hát ez a teljesítmény az édeskevés lesz a jövőben, tehát azt látom, hogy ez a teljesítmény ez nagyon kevés volt. Annyi még, hogy persze hát az, ami már mi bajunk, hogy a héten azért láttam a játékosokon, hogy elég fáradtak, tehát ez persze ilyen munkahelyi elfoglaltságuk, úgy estek be edzésre, mondták is, panaszkodtak, hogy nagyon húzós hetük volt, jó páran mondták egyébként. Hát meg is látszott egyébként a heti edzés munkán is, meg a mai mérkőzésen is szerintem. Tehát sok minden összetevője volt ennek a mainak, a bemelegítéstől elkezdve sok minden, régi berögződések is akár, tehát azért megpróbálunk ezen a következő mérkőzésen javítani. Thank you.
Hello, Pepe. Hello, Pepe.
Thank you.
ez a Bécsi Ádám. Thank you.
U13-as lányok tegnap játszottak Szombathely csapatától, 18-15 arányú vereséget szenvedtek, de a Mosonnagyobb arányú csapatot 16-15 arányúval legyőzte Szavai Ákos lánycsapatot, gratulálunk a lányoknak. Következő hazai mérkőzésünk 2 hét múlva vasárnap lesz, a 100 szombattát fogadjuk itt a sportcsarnokban majd. Egyet dobtunk kettős előnyben. Like that.
Jó, 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 jó
részező Csordás Marcell. Thank you.
Figyelj az állásra! Hogy hívom, hogy a végezzel kövődni! Gyerünk,
basszus, hogyha nem mennek ezek a fekete sugárzók. Ja, kikapcsoltál? Ne csodált, hogy hamar kihűlhet. Minusz 11 fok volt reggel. Igen, akkor meleg volt nagyon. 16 Pályán a srác.
nem szabálykövető a játékvezető. Felvezette a kapust a Máté. Illetve felpattan, de... Tudom, múltkor azért, hogy kiállítva valamelyik, mert az esetben felmondott az ajkaiakat. Az előbb vele ugyanezt csinálták a másik oldalon. Jól lehet következetesek lennétek. Várat föl az egyet, föl a két, várat föl!
jobban szeretnek a filtrátányba játszani, figyelnek. Zavarja őket a sok ember. Rodd már le! Rodd már le!
legyen, legyen.